1999. február 25-e, a túlélő neve Kádár Endréné, KADARENTRENE, leánykori neve Klein Ilona, KLEIN ILONA. Az interjú készítő neve Kőszeg Sára, KÖSZEG SÁRA. Budapesten készítjük az interjút Magyarországon és magyar nyelven. Kőszeg Sára vagyok. KÖSZEG SÁRA. És Kádár Endrénével csinálok interjút. KADARENDRENE. Leánykori neve Klein Ilona. KLEIN ILONA. Ma 1999. február 25-e van, és Budapesten vagyunk, Magyarországon. Arra szeretném kérni, hogy mondja meg először a nevét, és hogy betűzze is. Kádár Endréné vagyok. KADARENDRENE. Lánykori nevem Klein Ilona. És ezt is tudná betűzni? KLEIN ILONA. És volt valaha bármilyen más neve? Nem. Beceneve se? Nem. És mikor született? 1925, harmadikó 23, Budapest. És most hány éves? 74. És tehát Budapesten született, azt is betűzze, hogyha a Budapestet tudná betűzni? BUDAPEST. Jó, köszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen emlékei vannak az anyai nagyszüleiről, hogy hívták őket, és milyen származásúak voltak, hol éltek, és mikre emlékszik? Ezt betűzni kell? Vagy? Nem, ezt már nem. Az édesanyám apja neve Sherman Adolf, született Lengyelországban, továbbiakban onnan vándorolt ki Magyarországra. Az édesanyám anyja neve Frank Júlia, Magyarországon született, itt is élt halála végéig. Csak mivel foglalkoztak? A nagyapám szobafestő mázoló volt, a felesége háztartásbeli. És mi volt az anyanyelvük? Az anyanyelvük magyar volt. Mind a kettőnek. És zsidóvallásúak voltak? Zsidóvallásúak voltak. Akkor tudna mesélni valamit az anyukájáról? Tehát, hogy hívták, és hogy... Az édesanyám lánykori neve Sherman Gizella, asszony neve Klein Bernátné. És mivel foglalkozott az édesanyja? Az édesanyám szakképzettsége varrónő volt, egyébként gyári munkásként dolgozott. Uh-huh. És tanulmányait hol végezte az édesanyja? Budapesten. Uh-huh. És mit végzett? 6 általános iskola végzettsége rendelkezett. Uh-huh. És mi a legmeghatározóbb emléke, hogyha lehet ilyet kérdezni az édesanyjáról? Azt nagyszüleimről, vagy az édesanyjáról? Az édesanyám egy rendkívüli jó asszony volt, aki
nagyon nehéz körülmények között nevelődött, öten voltak testvérek, és nagyon-nagyon nehéz körülmények között nevelte két gyerekét, a testvéremet és engem. És a anyai nagyszüleit ismerte? Igen. Mind a kettőt? Mind a kettőt. És együtt is lakott velük? Nem. Külön szembe lévő házba laktak, mint ahol mi laktunk, a 7. kerületben, a Dembinszki utcába. És az apukáját hogy hívták? Klein Bernát. És róla tudna valamit mesélni, tehát hogy mivel foglalkozott? Az édesapám foglalkozása cipész segéd volt. Iskolai végzettsége összesen 2 általános volt, mert az apja megbénult, 11 gyerek volt, és gyerekkorában már dolgoznia kellett, 8 évesen már nagyanyámmal jártak dolgozni, hogy a családnak a megfelelő élelmiszer, megfelelő, a legszükségesebb élelmiszert tudják biztosítani, és nagyapámat tudja ápolni. Nagyon jó asszony volt, nagyszüleim ortodox vallás, tehát a zsidó vallásnak az ortodox részéhez tartoztak. Mind a ketten ortodox temetőben vannak eltemetve. Soha nem fogom elfelejteni azokat a széderestéket, amiket velük együtt töltöttem, hiszen az én szüleimnek nem volt arra pénze, hogy ezt külön tudják rendezni, ezért ők szedték össze a családot, és felejthetetlen emlék lesz részemre, ameddig élek, amit ott eltöltöttem. És őket hogy hívták, az apai nagyszüleit? Az édesapámnak az apja neve szintén Klein volt, sajnos a keresztneve, mert őt már én nem ismertem. Csak apámnak az édesanyját ismertem, tehát nagyanyámat, aki végül hosszú-hosszú ideig velünk egy háztartásba élt. Rendkívül vallásos, szintén ortodox zsidó volt. Hát ő már a neológ temetőben van eltemetve, itt Budapesten. És hányan laktak együtt, amikor gyerek volt? Ebben, ahol a szüleimmel laktam, ott egy szoba konyhás lakásban 6 laktunk. A szüleim, a testvérem, az édesapámnak a TBC-s testvére és annak a kislánya. És milyen volt az anyagi helyzetük? Nagyon-nagyon-nagyon szegények voltunk, hiszen a TBC-t 9 éves koromban kaptam, és a legszükségesebb élelemet is nagyon nehéz nem tudták. Volt, amikor anyám sírt, mert éhes voltam, kenyeret kértem, és nem tudott nekünk adni, mert mind a ketten munkanélkül voltak. Nekem nagyon keserves gyerekkorom volt. Ilyen szempontból. És az a lakás, ez hol volt? Hol volt a lakás? Dembinszki utca 46-ban. És emlékszik, hogy hogy nézett ki a lakás? Tehát, földszinti lakás volt, egy sötét, egy körülbelül ekkora szoba, mint ez, és egy konyha. Na most a konyhában még apám, mint cipész segéd, kapott munkát otthonra, és még ez a lakás még műhelyként is szolgált. És azon a környéken sok zsidó lakott? Sok zsidó lakott a környéken? A fűszeres az adott nekünk hitelbe, az a zsidó volt. Az egész ház, ahol laktunk, zsidók egyedül mi voltunk. Ahogy visszatudok hával a nagyon régi időkre emlékezni. És maguk tartották a zsidó ünnepeket, amikor minden gyerek volt? Minden zsidó. Édesanyám azért sírt, például ezeket nem tudom elfelejteni egy alkalommal, mert ugye a zsidóknál az van, hogy edényt kell cserélni, és más élelmet kell, és sírt azért, hogy nem tudja a máceszt megvenni. És akkor a nagyanyám jött és segített, és hozott az övéből nekünk, mert mind a ketten munkanélkül voltak szintén. És mi volt a kedvenc zsidó ünnep a gyerekként? Nekem a húsvét volt.
amikor hát a nagyszüleimet kaptunk egy kis ajándékot a nagyapáméktól, úgyhogy nekem az volt. És milyen gyakran jártak zsinagógába vagy templomba? Minden héten. És melyikbe? A Betlen téribe, az volt hozzánk közel. És mire emlékszik ezekből a ott létekből? Az Isten tiszteletet, az, hogy ugye mi nők az emeleten voltunk, és nagyon emlékszem a testvéremnek a bar micvójára, hát ezt magyarul nem tudom mondani, hogy mit jelent, mert a testvéremnek nagyon szép hangja volt, és ezt nem fogom elfelejteni. De meséljen erről, hogyha szeretne, hogy milyen volt a testvérenek a bar micvója. Nagyon sokan voltunk, a rokonok, az ismerősök mind ott voltak. Édesapám, ha jól emlékszem, nagyon pici összeget, úgy mondták akkor, hogy snóderozni tudott, és hát a kántor is, meg a rabbi is gratulált, mert a testvéremnek olyan nagyon szép hangja volt, szóval ez arra az alkalomra nagyon keservesen készültünk már előre, és új ruhát tudott kapni. Tehát ez egy maradandó emlék. És milyen iskolába járt gyerekkorában? Én? Rendes iskolába, Hernád utcában jártam. Nem vallásos iskola volt ez? Hittanóra volt, és miután a hittantanár tudta, hogy milyen szegények vagyunk, ő hozott nekem mindig egy kis 10 órait, mert én már beteg voltam. Ez is így megmaradt az emlékezetembe. Értem. És tehát a környéken levő zsidó gyerekekkel barátkozott gyerekkorában? Én beteg voltam. Nekem nem lehetett szaladgálni, nem lehetett játszani, szóval én többet voltam kórházban, szanatóriumban, mint otthon. Egy évet voltam anyám testvérénél Somogy megyébe Kadarkuton, mert ha oda nem tudtak volna levinni, akkor elpusztultam volna, és ott a keresztény szomszédok hívtak meg engem alkalmanként ebédre, vacsorára, hiszen a nagybátyám sem volt gazdag. Tehát ők segítettek, én nagyon szerettem velük lenni, ők is szerettek engem. És ez mikor volt? Hány éves volt akkor? 35, ez körülbelül olyan 38-ban. 37-38-ban, sajnos pontosan már nem tudok visszaemlékezni. De te maga 9 éves korában lett beteg? Igen, igen. És előtte, tehát akkor előtte járt iskolába, és akkor beteg lett? Úgy kaptam meg a 6. általános iskolai bizonyítványomat, hogy kegyelemből, mert többet voltam kórházban, mint iskolában. De keresztény osztálytársaim voltak Zömében, akik nagyon szerettek, és még a kórházba is meglátogattak. Többször előfizették részemre a Magyar Nők Lapja című ifjúsági lapot, szóval én hozzám mindenki mindig nagyon rendes volt, kivéve annyira sokat, tehát nem tudok mást mondani. Tehát akkor soha nem került szembe semmilyen antiszemita atrocitásokkal? Amikor a sárga csillagot mielőtt fel kellett tűzni, akkor már a Hernád utcában laktunk, nekem keresztény barátnőm volt, és mondtam, hogy ha én most fölteszem a sárga csillagot, akkor ha meglátsz engem, le fogsz engem köpni, és akkor átvett, és megcsokolt, és azt mondta, hogy most tudsz rólam, és feltételezni. Elnézést! Semmi baj. Nem probléma. Tehát akkor gyerekkorában, és még mire emlékszik gyerekkorából, tehát azelőtt, hogy még beteg lett volna, hogy miket csinált? Hát én nekem kórház élményeim vannak, csak sajnos, mert én szegénységi bizonyítvánnyal kaptam 3 hónapot mindig, és amikor meg otthon voltam, akkor egyszer voltam 16 éves koromban el táncolni, utána 2 nap múlva már kint voltam a János kórházban 3 hónapig, mert megizzadtam, és mert nem, nekem semmi. De az, hogy én élek, azt elsősorban a szovjet hadseregnek köszönhetem, másodszorban annak a rendszernek, ami biztosította, hogy
Például 102 g streptomicint kaptam, és Mátraházán, Gyulán, Budakeszin voltam 10 hónapokat szanatóriumban, mire 51-re meggyógyultam, és gyereknek adhattam életet. Szóval van egy fiam. És a kórházból mikre emlékszik? Tehát, hogy milyen volt gyerekként bekerülni a kórházba? Nekem jó volt. Uh-huh. Jó volt, mert rendesen kaptam enni, mert a gyerekosztályon apácák voltak. Azért mondom, én semmi rosszat nem tudok mondani. Apácák voltak, akik tudták, hogy zsidó vagyok. Én soha nem titkoltam. És étkezés előtt mindig imádkozni kellett mindenkinek, nekem nem kellett oda menni közéjük. Ugyanakkor eljártam a János kórháznak, van még, azt hiszem, most is megvan egy kápolnája. Én vasárnap mentem velük együtt a templomba, megtanultam a szenténekeket, velem énekeltek, ugyanakkor ők tudomásul vették azt, hogy nekem a péntek, a szombat az ünnep. Szóval... És ezt a kórházba is tartotta a péntek? Szombatot? Hogyne, természetesen. Uh-huh. Igen, hát tudták rólam, hogy nekem az ünnep, még az apácák hoztak nekem külön kalácsot. Uh-huh. És akkor a szülei látogatták a az, kórházba? Hogyne, természetesen. Amikor látogatási idő volt, akkor én nálam az édesanyám, az édesapám ott volt. Uh-huh. Ez egy elkülönötött rész volt, mert a TBC az egy fertőző betegség, az egy másik dolog, hogy rólam sose tudták azt kimutatni, hogy fertőző vagyok. Uh-huh. És hát úgymond szabad idejében, vagy hát amikor éppen jobban volt, akkor mit csinált így a kórházban, vagy akár itt van? Kaptam egy babát, egyrészt abban játszottam. Nem a szüleimtől, mert azoknak nem volt pénzük rá, az apácáktól, és nagyon szerettem olvasni. Nagyon szerettem volna iskolába járni, csak sajnos nem tudtam, ezért rengeteget olvastam. Uh-huh. És miket olvasott? Ilyen ifjúsági, és bevallom őszintén, hogy Kócs Mallert is olvastam. És akkor tulajdonképpen a háborúig nem is került ki a kórházból? Háború előtt utoljára 43-ban voltam Gyulán. Uh-huh. Gyulán, és akkor úgy kerültem a János kórházba, hogy 13 éve, nem volt szabad fölvenni 14 éve előtti dolgozni, elmentem egy dobozgyárba, mert kellett az OTI, akkor úgy hívták, hogy OTI igazolás. Nagyon rövid ideig bírtam, de utána bekerültem a János kórházba, és aztán megvállaltam egy kisgyereknek a sétáltatását, akik szintén nem tudták, hogy TBC-s vagyok, de lelkismeretem nyugodt volt, mert nem voltam fertőző. Azt sétáltattam, azok bejelentettek, akkor kaptam egy ideig kórházat a János kórházba, akkor volt egy cipészmester, akinél így cipőt segítettem kikészíteni, hogy úgymond, tehát apámtól láttam, hogy kell, az bejelentett egy ideig a kórházba, és aztán megjött ugye a nyilassugarom, akkor már részemre sem orvos, sem kórház nem létezhetett. Csak az általános iskolát hogy tudta elvégezni a betegségemet, vagy a kórház mellett? Az általános iskolát, a nyolcadik, tehát igen, a nyolcadikat, a hatodik, a hetedik, nyolcadikat, azt a felszabadulás után munka mellett végeztem el. Estén. És tehát amire emlékszik az otthoni életből, tehát a családi életéből, tehát miket csinált a szülei így esténként, vagy mikről beszélgettek? Azt tudom, hogy az édesanyám, amikor dolgozott, akkor nálunk reggel 6 órakor már ebédelni lehetett, mert mielőtt munkába ment, azelőtt egy levest mindig tudott nekünk főzni, és esténként hát mosott, vasalt anyám, én nem tudtam sajnos semmibe neki segíteni. A testvéremmel játszottunk, néha kimentünk a Dembinszki utcából a Városligetbe, a testvéremmel ott sétálgattunk, hintáztatott, mert hintáznia szabad volt. Nagyon jó volt együtt lenni, hát csak ezt tudom mondani. És amikor édesapámat elvitték, akkor Budakeszire jött ki hozzám elbúcsúzni, előtte egy hete kapott munkát,
és utána én többet édesapámot nem láttam. És arra nem emlékszik, hogy tehát így 30-as években mit hallottak így a náci németország, tehát a náci megmondom őszintén, én semmit. Uh-huh. Én semmit nem hallottam. Miért mondjam, hogy hallottam? Nem hallottam. Egyrészt a kórházban nem volt divat erről beszélni, már az orvosoknak sem. A szüleim meg a mi ellátásunkkal voltak elfoglalva. Tehát nem abban az időben édesanyám, amikor a nagy gazdasági válság volt, tulajdonképpen akkor Steikot vezetett, textilgyárba dolgozott, el akarták őt bocsájtani 2 fillér béremelésért. És akkor azt mondták, ha édesanyámat elbocsátják, akkor újra Steikba kezdenek. Tehát ez volt az ő politikai tevékenysége, uh-huh. hogy a vele egysorúaknak a javításáért hát tevékenykedett, amennyit tudott. Uh-huh. Tehát akkor nem beszéltek politikáról otthon soha? Otthon nem. Nem. És tehát a környezetükben így a szüleid sem, meg senkit nem érte ilyen, tehát ilyen antiszemita? A háború előtt nem. Amíg apámat be nem hívták, addig nem. És ott a környéken emlékszik, hogy milyen volt a zsidók és a nem zsidók közötti kapcsolat? Nem tudok rosszat mondani, mint általában az országban. Nem néztek le bennünket, nem tagadtuk, hogy zsidók vagyunk, de nem bántottak, nem néztek bennünket le. Hát egyforma szegény családok éltek ott, hát az volt az első gondjuk, hogy ki a zsidó, ki a keresztény, az, hogy a családot fönn tudják tartani. Uh-huh. És akkor ez nem volt meghatározó? Akkor ez nem volt meghatározó ez a ellentét? Nem. És általában milyen volt ez a... Mire emlékszik abból a környékből, ahol lakott? Hát a Városligetre emlékszem, az, hogy nagyanyámot volt egy vendéglő a sarkon, esténként ott szólt a zene, megálltunk kint a kerítésnél, és hallgattuk a zenét. Egyszerűen nincsenek különösebb élményeim, mert meg voltam fosztva attól, hogy élményeim legyenek, uh-huh. nem az emberek által, az egészségem által. Uh-huh. Értem. És a kórházban voltak magával egykorú emberek? Hogy a gyerekosztályon feküdtem először, és majd amikor a 16 évemet betöltöttem, akkor kerültem, az fönt van a János Kórház részege a fönti TBC-s osztályra, és Budakeszin, és hát ott már akkor, ugye 16 éves voltam, ott már velem egykorúak voltak, hát ez a fiatalokat sújtotta elsősorban, nagyon nagy számba sajnos, szociális körülmények miatt. És ott voltak barátnői, vagy barátai? Igen, persze. Sőt, még udvarlóm is volt. Igen, bár nem volt szabad fiúknak, lányoknak együtt járni, de azért megtaláltuk a módját, hogy találkozzunk. Sajnos meghalt az illető TBC-be. Tehát akkor, szóval akkor azért tulajdonképpen ez most mennyire rossz emlék magának ezek a kórházi évek? Mondom, hogy nem mondhatom azt, hogy rossz, mert jobb körülmények között éltem, mint otthon, mert például, mikor apámat bevonultatták, akkor én ott megtanultam a szemfelszedést, és nem volt szabad 2-től 4-ig csak feküdni. És nekem, miután tudták, hogy van egy testvérem, hogy egyedül van anyám a másik gyerekével, megengedték, én ott vállaltam szemfelszedést, avval egy kis pénzt kerestem, amit haza tudtam adni anyámnak. Uh-huh. Tehát azért mondom, hozzám az orvosok is jók voltak, uh-huh. és aztán én nem tudok rosszat mondani. Uh-huh. És ezt, tehát akkor milyen volt az állapot olyan szempontból, hogy mit mondtak, hogy mi vár magára, tehát hogy meg fog gyógyulni, vagy? Az édesanyámat behívatták egy alkalommal, a főorvosasszony már meghalt sajnos, és azt mondta, hogy miután mind a két oldalam beteg, nem hiszik, hogy életben maradok. Ez volt 40,
három végén. Ezt onnan tudom, hogy édesanyámat elkísértem a kapuig, és mindig vissza szokott fordulni, hogy integesen, és akkor nem fordult vissza, mert sírt. Szóval előttem nem mondta, hogy mit mondott az orvos. Azért mondom, ha nincs a felszabadulás, én nem élek már. Uh-huh. Én nem élek. És akkor a háborúból tulajdonképpen mennyi időt vészelt úgy át, hogy nem volt kórházba, és hogy nem kapott egészségügyi ellátást? Tulajdonképpen 43 végétől 45 elejéig. Uh-huh. Mert ahogy felszabadultunk, én rögtön Budakeszire kerültem. Uh-huh. Tehát az egész nyilas rendszer, hát mit mondjak más, nem tudok másképp kifejezni, tulajdonképpen én betegen, és ilyen betegen is, mert hát Magáska még fiatal, nem tudom, hogy tud-e arról, hogy volt egy olyan rendelet, hogy a zsidó nőknek be kell vonulni. A kisokpályára kellett nekem menni, egy kis hátizsákban majd leszakadt a hátam, és az volt a szerencsém, hogy a nagynéném, anyámnak a testvére is be kellett vonulni, és átjött abba, megtalált engem ott, és elvitt magával. Az a rész, ahol én álltam, azokat kivitték, a deportálták, minket este elengedtek. Én utána másnap már olyan beteg voltam, hogy én biztos nem tudtam volna az országot elhagyni. Tehát, ez mikor volt? Ez már, miután azt hiszem, sajnos már nem tudok jól emlékezni, miután a szálasiék átvették a hatalmat. Azt hiszem, de, hogy pontosan előtte van, nem, sajnos nem tettek róla, már nem tudok úgy visszaemlékezni. Meg őszintén megmondom, nem is akarok már túlzottan ebben foglalkozni, mert nem jó rágondolni. Nem is a háború előtti időkre, hanem ami utána következett. Arra nem jó már gondolni. Uh-huh. És tehát maga háború előtt politikával egyáltalán nem foglalkozott? Ne. És akkor nem is hallott így a harmadik birodalom kiépüléséről, vagy terjeszkedéséről? Nem, szóval azt tudtam, hogy van a Hitler, hogy az a zsidókat ki akarja írtani, de nem hittem, hogy idáig eljut a keze. Uh-huh. Nem hittem. Uh-huh. És Mein Kampfról hallott? Nem hallottam. Akkor? Nem politizáltak otthon. De Hitlerről mikor hallott először? Köszönöm. Hitlerről mikor hallott először? Hát, amiután hatalomra jutott, azért már hallottam, hogy Németország, ugye Hitler van hatalmon, és hát azt már tudtam, hogy közeledik a háború. És akkor mit gondolt? Tehát akkor érezte, hogy reális veszélyben van? Nem. Az élete? Tehát így... Nem éreztem. És mit beszéltek erről, vagy mit gondoltak erről akkoriban? A környezetemben senki nem foglalkozott, se keresztény, se zsidó. Tehát nem érzékeltem a veszélyt. Uh-huh. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy én rettegtem, mert nem éreztem, mert nem tudtam. Jó. Akkor most kicserélhetjük kazettát. Jó? Jó. 1999. február 25-e van. Kádár Andrénével csinálunk interjút Budapesten, és ez a második kazetta. Tehát akkor éppen arról beszéltünk, hogy mit tudott a náci párt uralomra jutásáról, és azt említette, hogy azt tudta, hogy a Hitler az beszélt a zsidók üldözéséről, és hogy ekkor mit gondolt, hogy ezt gondolta, hogy valami fog történni, vagy azt gondolta, hogy ez csak, hogy ez nem egy jelentős dolog. Tehát én azt gondoltam, hogy ez Magyarországig nem fog eljutni. Nem tudok más mondani, mert nem foglalkoztunk politikával, hallottam róla. A szüleim után betegebb voltam, kíméltek is minden izgalomtól, tehát nem éreztem fenyegetetnek magam.
Mindaddig, ameddig ez a bizonyos kisokpályás bevonulás nem történt. Akkor már tudtam, hogy nagy baj van, de akkor már nem is voltunk a saját lakásunkban. Tehát kijött egy rendelet, hogy el kell hagyni a lakásunkat. Ez mikor volt, amikor kijött a rendelet? A szállási hatalom átvétel után, pontos dátumot sajnos nem tudok, mert idős vagyok, és már feledékeny is vagyok. A Veselény utca 13-ba kellett költöznünk, tehát amikor a kisokpályára mentem, már onnan mentem. Tehát akkor már tudtam, hogy mikor a sárga csillagot fel kellett tenni tulajdonképpen, hát akkor már azért ugye nagyobb voltam, akkor már tudtam, hogy nagy baj van, de hogy védekezni tudok ellene, az fel sem merült bennem. De akkor menjünk még vissza egy kicsit, hogy tehát azt mikor tudta meg, hogy kitört a háború, tehát hogy Lengyelországot? Hát 41-ben. 39-ben lehet, én azért mondom, hogy az én információm ilyen szempontból nem pontosak már. És még akkor se gondolta, hogy ez Magyarországra fog jutni? Mikor édesapám munkaszolgálatosként bevonult, tehát nem mint rendes katona, hanem munkaszolgálatosként, akkor már éreztem, hogy mint zsidó egy hátrányos helyzetű állampolgára vagyok ennek az országnak. És mikor hívták be az édesapját munkaszolgálatra? 42-ben. És akkor, tehát akkor mit mondták neki, vagy hogy hívták be? Munkaszolgálata Nagykátára. És onnan vitték Rahóra, onnan kaptunk még egy levelet, amin az állt, hogy nagyon vigyázzanak rám, és utána többet nem hallottunk róla. És tehát az európai zsidók helyzetéről maga tudott valamit, illetve arról, hogy mi történik azokban az országokban? Illetve tudtam, bocsánat, rosszul mondom, mert a nagybátyám, nagyapámnak 5 gyereke volt. Mindaz 5 itt született Magyarországon. 4-nek semmi bántódása nem esett. A nagybátyámat a családjával együtt, mint lengyel származású zsidót, nem tudom, most hirtelen ki esett, a templomba kellett bevonulni, ott látogattuk meg, őket vitték aztán ki Lengyelország, és nem tudom, a Polonyász, nem tudom hova, a férjem fogja tudni majd az interjúban mondani, és ott megásadták velük a sírjukat, és oda élve beledobták, még mozgott a föld felettük. Tehát akkortól már tudtam, hogy nagy baj van. De erről önök hogy értesültek erről, hogy erről ez történt úgy, velük? Úgy értesültünk, amikor a háborúnak vége lett, akkor vált az nyilvánvalóvá, hogy velük ott mi történt. Hát, tehát a háború közben meg még ezeket a dolgokat nem tudta? Nem tudtam, nem. Hát hogy tudtak? Nem. Még akiket kivittek Auschwitzba, azok se tudták, hogy a gázkamrába viszik őket. Hát hogy tudtál ilyen kegyetlenséget feltételezni, nem is mert az ember. És akkor hogy volt? Tehát, hogy a háború előtt maga még kórházban volt? Igen. És mikor jött ki a kórházból? 43. 43. Tehát addig végig, amíg a... Nem végig, mert tudnék, nem adtak annyi időt. Bizonyos időt, tehát 3 hónapot kaptam szegénységre, 1 hónapot kaptam, mert amikor vagy apám, vagy anyám dolgozott azután, és utána itthon kellett lennem. Mit mondtak, amikor ki kellett jönni a kórházba, hogy miért kell elhagyni a kórházat? Mert nincs több jogosultságom. Ott kellett volna végig. Azt mondták az édesanyámnak, ha 1 évre ki tudnak vinni Budakeszire, akkor egyszer s mindenkorra meggyógyítanak. Azonban akkor 7-es pengő volt 1 napra. Hát 1 napra 1 pengő nem jutott nekünk. Nem, hogy 7 pengő jutott volna. De akkor ezért nem maradhatott ott? Ezért nem maradhatott ott? Mert nem volt elég pénzük?
Persze, hát azért kellett otthon lennem, és az egy külön szám, hogy a testvérem nem kapta meg a TBC-t a nagynénémtől. Én olyan gyenge szervezetű voltam, hogy megkaptam. És akkor ugyanúgy laktak együtt, csak az apukája már elment munkaszolgálatba. Igen. És akkor, és ő küldött valamilyen képeslapot? Nem tudott? Munkaszolgálatos nem küldhetett. Nem. Tehát akkor semmit nem tudtak róla? Nem. És maguk tulajdonképpen tehát akkor hova kerültek először a Dembinszky utcai lakásukból? A Dembinszky utcából a Hernád utcába, onnan mentünk, akkor már a nagyszüleim nem éltek, onnan a Veselényi utca 13-ba. De akkor sorjába menjünk, akkor a Hernád utcába mi volt ott? Vagy hogy kerültek oda? Hát úgy kerültünk oda, hogy ott olcsóbb volt a lakbér, mint a Dembinszky utcába, és így kerültünk a Hernád utcába. És mondom, onnan a Veselényi utca 13-ba. Na most az édesanyám egy textilgyárban dolgozott akkoriban, és kommunista művezetője volt, és ahogy a csillagot fel kellett tenni, azt mondta anyámnak, vegye le a csillagot, mert a testvérem az korábban egy vakbácsit sétáltatott szeretetből. Őt az bújtatta. Tehát miután a munkaszolgálatból megszökött, az bújtatta. Na most akkor anyám bejárt a gyárba csillag nélkül, és aztán jelezte vele ez a művezető, hogy ne jöjjön, mert figyelik a gyárat. Ezután abból éltünk meg, mert mondhatom, nagyon szegények voltunk, hogy azért a Veselényi utca 13-ban jobb módúak éltek, mint mi, tehát ez a környék már más volt, és anyám ott takarított, és azért kapott némi ennivalót, amiből enni tudtunk. Na most egy éjszaka megjelentek a nyilasok, és azt mondták, hogy mindenki vegye cuccát, mert menni kell. Ez már a szállási hatalom átvétel után volt, és levittek bennünket a Vörösmarty utcába, a házszámot, nem tudom, mert sötét volt, egy pincébe. És azt mondták, hogy mindent elvettek, tehát anyámnak egy karikagyűrűje volt, mindent elvettek tőlünk, fel kellett tartani a kezünket, úgy kellett kijönni a pincéből, miközben a nyilasok lövöldöztek a fegyverükkel, anyám füle mellett ment el egy golyó, úgyhogy egyik fülére meg is süketült akkor anyám. Ez már december elején lehetett, és akkor kihajtottak bennünket az Óbudai téglagyárba. Budapest már akkor körül volt véve. De úgy, hogy akkor már a Pontonhíd, a Margit híd helyén a Pontonhíd állt. És úgy vitték a 13 éves nyilas kölykök, már elnézést a durva kifejezésért, fegyverrel fölfegyverkezve, nekem úgy vágtak a hátamba, hogy azt hittem, hogy összerogyok, de úgy terelték a népet, hogy az elejét megfuttatták, és hirtelen megállították, tehát döltünk egymásra, miközben történt, hogy innen kiemeltek, onnan kiemeltek, bele a Dunába lőtték, és egy nagyon megmaradt bennem, amikor egy asszony azt mondta, idős férje volt már, hogy én is megyek a büdös idő, gyere te is, és azt is. Na, így értünk ki a Dunán át, mentünk az Óbudai téglagyárba, és ahogy kiértünk, akkor azt mondták, hogy alájuk gyújtani a kemencét. De ez nem történt meg, hanem kezdték kiszedegetni az embereket, kivinni az udvarra. Aki azt mondta, hogy Szabó vagyok, az ilyen képpel jött be, azt mondta, hogy büdös idő, soha nem dolgoztál, rajtunk élősködtél. Aki azt mondta, hogy fogtechnikus vagyok, akkor azt mondta, hogy büdös zsidó, az is így jött be, megint csak ugyanaz a téma volt, így értük meg a reggelt. Akkor kivittek bennünket a téglagyárnak az udvarára, és mondom, hogy voltak akkor is rendes emberek. És egy rendőr is volt a nyilasok között, ezek nem múlnak el, ezek az emlékek,
akkor az oroszok már Debrecenben voltak, és úgy sírva voltak a könnyei, hogy az én családom Debrecenben van, vajon azokkal is ezt csinálják? Na most innen aztán, miután már kivinne az országból nem tudtak, így kerültünk a Szent István Park, azt hiszem 22, de nem tudok sajnos. De még visszatérhetünk még a Csillagos Házba, mert arról még nem beszéltünk egyáltalán, tehát hogy ott mi, hogy például hogy kerültek oda, és ki mondta, hogy... Úgyhogy ott kellett hagyni a lakásunkat, ki volt jelölve, vagy hova kell be... Ott csak zsidók voltak, ez Csillagos Ház volt, ott csak zsidók voltak. És tehát hogyan mondanál egy olyan embernek, aki nem tudja, hogy mi az a Csillagos Ház? Tessék? Egy olyan embernek, aki nem tudja, hogy mi az, mit mondana, hogy mi az a Csillagos Ház, hogyan írná körül? Hát én nem tudom, mert én baloldali érzelmű emberekkel élek együtt, és azok mind tudják, hogy mit jelent az. Jó, csak hogy mindegy. Azok tudják. Uh-huh. Tehát keresztény zsidó egyformán tudja, hogy mit jelent az, hogy Csillagos Házba kellett menni. Uh-huh. Hát most ott különösebb események nem voltak, mint naponta szólt a légirigádó, le a pincébe, föl a pincébe, ott csak ez volt, és a rettegés. Ott lakásokba laktak? Igen, igen. És hányan laktak ott együtt? Körülbelül 15-20-an egy lakásba. És jó, tehát jóba voltak a többi, tehát több más családokkal laktak együtt? Hogyne, persze, hát a bajba kell, össze kell, mindenki össze, minden épjesző ember összetart, hogyne. És mit csinált ott egész nap azon kívül, hogy miket csinált ott? Nem volt lehetőség ott tevékenységre, ott kellett tartózkodni. Tehát egész nap 24 órát ott kellett lenni? Egész nap ott kellett tartózkodni. És nem lehetett kimenni? Lehet, hogy Csillaggal lehetett kimenni, de ki akar Csillaggal mutatkozni az utcán a nyilasok előtt? Hát ki? Vagy az eszesek előtt? Uh-huh. Szóval nem féltek az emberek jókkal. De is így nem emlékszik, hogy mégis egész nap mit csináltak? Tehát hogy nem semmi konkrét? Reménykedtünk abban, hogy egyszer vége lesz és túlélünk. Nem tudok most. Beszélgettek? Ha az beszélgetésnek lehet nevezni, inkább magába zárkóztak, az rettegtek az emberek. Nem kívánom senkinek. És az anyukája az valamelyest meg tudta, nyugtatni, vagy ő se? Meg tudta nyugtatni magát valamennyire az anyukája, hogy volt valaki, aki bizakodó volt? Én nem mutattam, hogy félek, és egymást átölelgettük, szerettük egymást, mert az volt előttünk, hogy lehet, hogy utoljára. És mit vihettek magukkal a Csillagos Házba? Amit akartunk, amit tudtunk volna. Hát mondom, két kis bőröndel mentünk, hát nekünk nem volt. És akkor miket vittek oda? Ruhaneműt. Másunk nem volt, mert olyan családhoz költöztünk, akinek hát ezekben a lakásokban zsidók laktak eredetileg, és zömében, mert aki nem az úgyis elment ugye onnan, azoknak volt edényük, tehát mindenünk ott maradt, csak az a kis ruhanemű, ami váltásként, mondom, két bőröndel mentünk oda, mert más nekünk nem volt értékünk, amit meg fényképeink voltak. Amit vittünk, nekünk nem volt értékünk, amit mi vigyünk magunkkal. És valaki ott felügyelt magukra? Nem kellett oda olyan külön felügyelet, mert hát a nyilasok jöttek-mentek, ugye? De nem kellett felügyelet, mert mondom, nem akartak az emberek az utcára menni, hát féltek. De tehát a lakásokban nem jöttek be? A Veselényi utcában nem. Uh-huh. Ott nem. Szóval akkor tulajdonképpen soha nem jártak ki az utcára? Nem. Egy ideig mondom, anyám bejár dolgozni, utána ő sem. És a testvérét azt mikor vitt? Te testvére is volt munkaszolgálatban? Nem, a testvérem az munkaszolgálat, csak azt megkérdezett tőlem, hogy mikor, mert nem tudom megmondani. Aha. Munkaszolgálatra hívták be, onnan ő megszökött, mint mondtam, és egy keresztény vakember, akit ő azelőtt vezetgetett, az vette őt magába, lányruhába öltöztette, úgy vitte le a pincébe,
Ez Budapesten volt? Ez Budapesten? Hernádi Szabva velünk szemben. Tehát ez maga is ott volt, amikor ez történt? Nem. Nem, mert mi külön voltunk. Hát a testvérem a munkaszolgálatot, ő már nem költözött velünk a Veselény utcában, mert ő már akkor nem volt velünk. És ő hogy szökött meg? Nem mesélte. Nem, ő sem, nem akar erről beszélni. Nem mesélte. Ő ott a bácsival, ebben a Vav bácsival, mondom, lányruhába öltöztetve, a pincébe, sőt, még aztán a gettóba is ő juttatott bennünket, mert onnan is a Szent István parkból megszöktünk anyámmal, ő jött egy Puchner Béláné nevű, itt lakott a házban, már meghalt keresztény asszonyal, az vezette oda a Szent István parkba, és az aztán a végén kísért el a fehér pottyával a Veselény utcába kerültem szintén vissza a gettóba, ott fejeztem be tulajdonképpen a háborút. És a Csillagosházból hova került? Csillagosházban mondtam már, hogy kötelező volt menni. A Csillagosházból? A Csillagosházból, a téglagyárból a Szent István parkban. Na most a Szent István parkban az egy védett ház volt tulajdonképpen, ha jól emlékszem, svéd védettségű, a Wallenberg. Igen. De hát a Szent István parkban nem szegény emberek laktak, ugye, tehát ott volt egy olyan, többen voltunk egy lakásban ott is, de ott volt egy olyan asszony, akinek volt egy olyan spejze, amit én még életemben nem láttam, és abból éltünk, és a fagyasszott húst úgy ismertem meg, hogy anyám kiment az erkélyre, és ott látott egy darab húst, meg volt fagyva, ugye tél volt, és megkérdezte, hogy ezt elvéheti-e, hogy megfőzze. Uh-huh. És azt mondja, betegek leszünk, azt mondja, anyám, nekünk most már mindegy, semmi bajunk nem lett tőle, mert fagyasszott hús volt, abból éltünk aztán napokig. Na most ott viszont az történt, hogy nap mint nap megjelentek a nyilasok, levittek a Dunapartra, felsorakoztak, mondom, én nagyon szerencsés voltam, meg édesanyám is, és aki úgy nem tetszett, nekük kiemelték bele a Dunába. Úgyhogy nekem az is a kívánságom, ha meghalok a Dunaparton elhelyezett emlékműnél, szórják be a hamvaimat a Dunába. Na most erről tudomást szerzett ez a bácsi, és értünk öt, és így kerültem aztán be a gettóba. Én szerencsés voltam, mert már nem tudtak deportálni, egyébként már nem tudna vele mit interjút készíteni. És a maga az anyukájával volt együtt végig a háború alatt? Igen. És más, tehát nagynénye, vagy más rokona az rokonától, mikor szabadtál? Nem tudtunk egymásról semmit. És tehát az anyukájával ment már a Csillagosházba is? Az édesanyám. És akkor a nagynénye meg az unokatestvére akkor együtt laktak? A nagynéném az TBC-ben meghalt, még a háború előtt. Hogy az unokatestvérem aztán hova került, megmondom őszintén, nem tudom. Azt tudom, hogy Amerikába élt a háború után. Uh-huh. És ön hogy került be védett házba, vagy honnan hallott arról, hogy vannak védett házak? Hát mert az egyértelmű volt, hogy ott védett. Svéd védettség az volt. Uh-huh. Annak az volt. De oda jelentkezni kellett, vagy vitték az embereket? Na most volt, aki kapott ilyen papírt, amivel a védett házba költözhetett. De minket véletlenül oda vittek be, vagy máshogy nem tudom, hogy milyen elgondolásból, én az ő logikájukat nem tudom követni, de oda, de az úgy volt védett, mint a vadászok ellen az őzek, hát más hasonlatot nem tudok mondani. Hát ha ezt megcsinálták, hogy nap nem múlt el, hogy le nem vittek bennünket a Dunapartra. Uh-huh. És maga kapott valamilyen svéd papírokat, vagy mellevelet, nem? Nem. Uh-huh. És emlékszik ott az ottani ilyen szervezőkre, tehát ezekre a svédekre, vagy Wallenbergre, vagy valakire? Onnan tudtam, hogy anyám unokatestvére az ott tevény, szintén zsidó volt, már nem él sajnos, az ott illegálisan tevékenykedett, és az, miután hírt kapott arról, hogy mi a Szent István parkban vagyunk, akkor hozott egy darab szalonnát, meg egy darab kenyeret nekünk.
És általában kaptak valamit enni a védett Nem. házba? Semmit. Tehát ahogy, hogyha éppen tudtak szerezni valamit, akkor... Mondom, azt a spejz, az még most is úgy előttem van, mint a mennyország kapuja, amikor kitálul. És a védett házba hányan, tehát egy lakásba hányan, sokan hányan voltunk, laktak? Nagyon együtt? Sokan voltunk. Össze voltunk zsúfolva. De azért elviselhető volt. Hát na, hát mégsem. Na most lemehettünk már, akkor ugye Budapest ostroma majd, hogy megkezdődött, és lemehettünk volna a pincébe, mert hát a pincéje volt a háznak. De azt mondtam anyámnak, hogy inkább az oroszok bombájától pusztuljunk, anyuka, ne menjünk, mint a nyilasok golyójától. Úgyhogy nem mentünk a pincébe, de senki nem ment a pincébe. Mert tudtuk, hogy mi vár ránk. Hát tegnap ezt, hónap engem, mert neki kinek volt biztosítéka rá. Csak emlékszik emberekre a védett házból? Kérem? Emlékszik emberekre a védett házból? Nem. Nem, nagyon régen volt már, meg egyébként is sajnos egyre romlik a memóriám. És ott se csináltak semmi különösebbet, szóval ott is csak így nem egész lehetett semmit csinálni. Nem lehetett, nem volt rá lehetőség. Onnan már kijönni se volt szabad. És körülbelül hány hónapot töltött el ott, vagy nem hány hetet? Nem hónapot, inkább azt tudom mondani, hogy olyan 3-4 hetet. Körülbelül pontosan, nem tudok már. És a sárga csillagos házba mennyi időt volt? A sárga csillagos házba, hát ugye Szálasi az átvette a hatalmat októberben, ott is körülbelül egy 3-4 hetet. És a többi időre hát a lévőre és a gettóba. És akkor hogy került át a gettóba? Úgyhogy ez a vakbácsi tudomást szerzett anyám unokatestvérén keresztül, hogy ott vagyunk, és ez a Pruckner Béláné, aki aztán a zsidó hitközségtől a férjem elintézte, most 2,5 ezer forintot kapott havonta, amire életeket mentett. Ez jött a bácsival el oda, a Kecskeméti bácsival, mert az fehér volt. Hogy hívták ezt a bácsit? Kecskeméti István, de már régen meghalt, itt is ember volt. A néni meg itt halt, meg a sajnos a házsegyen, én pácsulgattam, mert ennyivel tartoztam neki. Azzal jött, mert ő csak fehér bottal tudott, az megállt, eljött értünk, és akkor a gettónál ő elkísért oda, a vakemberrel nem törődtek, és mi bementünk, és ott voltunk. És ezt de nem, utána már nagyon gyorsan felszabadultunk. És miért akartak átmenni a gettóba? Mert nem akartunk naponta a Dunapartra járni. És akkor tulajdonképpen meg kellett szökni a védett házból? Igen, igen. És az így könnyen ment? Hát egy délután volt, már sötétedésnél. Nem, szóval az utca képe az elborzasztott, amit láttam, de nem bántottak. Szóval nem mondhatom azt, hogy a gettóig még eljutottunk bármi bántalomért. És mire emlékszik az utcaképből? Igen, rettenetes volt. Nem, mesélj, hogy mire emlékszik. Hát arra emlékszem, hogy a vezetékek a földön hevertek, hogy a házak romokban voltak, hát akkor már majdnem itt voltak az oroszok. És mondom, rettenetes volt látni, hogy néz ki a főváros. Azt mi nem tudtuk, mert nem láttuk, tehát hónapokon keresztül nem voltunk az utcán, úgyhogy nem láttuk. És aztán a gettóban meg az történt, hogy bejöttek az oroszok, ugye zörgettek a kapun, bejöttek az oroszok, kezdték letépelni a sárga csillagokat, a férfiaknak cigarettát osztottak, és akkor mi, hát azt nem lehet elmesélni, hogy milyen boldogok voltunk, hogy öleltük át őket, és akkor valaki megszólalt, hogy vigyázzunk, nem provokáció-e, nem annyira sok csinálják ezt, és akkor mindenki elhúzódott, ő meg voltak lepve, de aztán németeket kerestek, és hát szóval én vallom, hogy ameddig élek, mindvégig nagyon nagy hálával gondolok azokra az emberekre,
akik az életüket is hajlandók voltak föláldozni, hogy ennek az ordas eszmének véget vessenek. És ezt mondom az unokáimnak is. És ezért vannak olyan kazettáim, amiket odaírtam, hogy ezt nem szabad letörölni, mert akarom, hogy az unokáim mindvégig emlékezzenek, sajnos napjainkban is van, ami emlékezteti őket. Én kevésen mentem, ez semmi, amin én keresztül mentem. Ez semmi, mert én nem voltam deportálva, ez egy csepp a tengerbe, amit emberek százezrei átértek. Úgyhogy én tényleg azt mondom, hogy azon szerencsések közé tartozom, akik nem kerültek ki az országból. És tehát még beszéljünk egy kicsit a gettóról, hogy tehát amikor odaérkeztek, akkor teljesen simán mondták, hogy tehát amikor mi volt, amikor odaérkeztek a gettóba? Hát mindenki félt, mindenki reszketett. Én például egy kis gyerek vakarta a fejét, hát tetvesek is voltunk, hát nem tudtunk tisztálkodni. Akkor annak a tetveit igyekeztem attól megszabadítani, hát ilyen tevékenység, nem tudtunk tisztálkodni. És emlékszik, hogy hol volt a gettó? Az egész területét nem tudom, én a Veselény utca 13-ba kerültem vissza. Nem ismertem ismeretlen emberek közé, tehát nem tudok senkit megnevezni, illetve egy Mózer Antalné nevű 85 éves asszony, aki még jelenleg életben van, arra emlékszem. Ugyanabban a házba került, mint ahonnan eljött, amit a Csillagos házba volt? Igen, igen. És hát arra emlékszem, hogy mivel volt körülvéve a gettó? Ha jól emlékszem, ilyen deszkával volt bekerítve, ha jól emlékszem, de mondom, nagyon, nagyon idegosztályon is voltam már az elmúlt évben, úgyhogy nagyon romlik a memóriám, ez nagyon kellett. Kik felügyeltek, kik felügyeltek a gettóra? Nem emlékszem rá. Nem emlékszem. Nem tudom, én csak bementem a kapun, és ebben az asszonnyal találkoztam, egymás nyakába borultunk. Nem emlékszem már rá. És ott kaptak enni? Keveset. Keveset kaptunk. Nagyon keveset, de túléltük. Ez a lényeg, hogy túléltük. És emlékszik, hogy volt-e valamilyen ellenállás a gettóba? Ott nem. Tehát semmilyen szer, tehát nem. Nem. És emlékszik, hogy milyen szabályok voltak a gettóba? Tehát, hogy lehetett-e kijárni? Nem, vagy? Nem emlékszem különösebb szabályokra. Nem emlékszem. Vártuk a szovjet csapatokat, nem emlékszem. Jó. Akkor most kicseréljük a kazettát, berakunk egy új kazettát, jó? 1999. február 25-e van, Kádár Endrénével csinálok interjút, és ez a harmadik kazetta. Tehát a gettónál tartottunk, és... Azt akartam kérdezni, hogy kivel lakott ön együtt a gettóba? De Mózer Antalnéval. Ő volt az egyedüli, akire emlékszem. És az anyukája is ott volt? Tehát az édesanyjával is együtt volt, nem? Természetesen. És testvére is akkor már? Testvérem nem. Testvéremet mindvégig ez a vakember bújtatta. Ja, tehát akkor ő nem is, ő csak magukat vitte el a gettóba? Igen, ő nem volt gettóba. És tehát arról nem volt szó, hogy magukat is bújtatja? Hát az képtelenség lett volna. Hát azért ott rengeteg ember volt a pincébe. Mondom, a testvéremet azt mányruhába öltöztetve tudtak. Hol bújtatta? Pincébe. De hol? Átöltöztetve, Hernád utca. Hát mi laktunk a 11-ben, ez lehetett olyan 14, mert a szembelévő oldal volt. Tehát akkor a testvére semmilyen hamis papírjai nem voltak, hanem csak bujkált? Nem. És emlékszik arra, hogy a gettóban dolgoztak az emberek? Dolgoztak-e ott az emberek? Nem volt mit dolgozni. Hát legalábbis abban a környezetben, ahol én voltam.
nem volt mit dolgozni. Meg ha kellett volna, és hát mondom, én feküdtem. Nem tudtam úgy bekapcsolódni. Semmilyen gyógyszert nem kapott? Semmilyen gyógyszert, semmit. Nem. És akkor végig feküdt, tehát próbálta, hát akkor végig feküdt a gettóba, az ágyba? Igen. És enni? Hát megosztott, még akinek az a pici volt, még abból is, hát inkább anyám nem evett volna, de hát én azt nem engedtem, de mindenki adott nekem. Az abból a kevésből is. Mert nagyon beteg voltam. Arra emlékszik, hogy volt-e zsidó tanácsa a gettóba? Nem tudom, de én nem voltam a közösségben. Nem tudom. Cigányokkal találkozott? Nem. 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 És tehát a külvilággal akkor semmilyen kapcsolata nem volt? Tehát az édesapjáról se tudtak nem semmit? Testvéremről se tudtam. Mert a bácsival nem közölt ezt velünk. És magát bántalmazták a gettóban valamilyen nem módon? Semmi? Nem. Tehát akkor ott a csendőrökkel egyáltalán nem volt nem semmilyen kapcsolata? Ami nem volt, azt én nem mondom. Semmilyen levelet nem kapott fel, nem, semmi? Nem. És tudott-e valamilyen kínzásról, ami a gettóban, vagy bárhol máshol történt? Tehát azon kívül, hogy hát, a Dunán... Hát, amit csak magam tapasztaltam, amit láttam, meg amit magam tapasztaltam, én másról nem tudok. Tehát amiket már elmondtam, azon kívül én más nem tudok mondani. Tehát akkor nem is hallott semmilyen ilyenről? Hát dehogy nem, hát a gettóról tudtuk, hogy van. Tudtuk azt, hogy embereket deportálnak, akkor azt már tudtuk. És akkor mit hallottak a deportációról? Csak azt... Csak annyit, hogy kiviszik az hogy gázkamrába olyat, nem. Még szerencsére azok se tudták, akiket viszik, mert akkor talán önmaguk végeztek volna magukkal, és nem várták. Nem volt egy... Ha legalábbis az én ismeretségi körömben nem volt ismert tényez. És akkor mit gondoltak, hogy mi történik ott a táborokban? Az, hogy kiviszik munkára az embereket Németországba. Ez volt a köztudatban, legalábbis én így tudtam, és sokan mások így tudták, hogy munkára viszik az embereket. És voltak közvetlen barátai vagy ismerősei, akiket kivittek? Deportáltak? Közvetlen rokonom, hát a nagybátyám az nem gettóba volt, nem, közvetlen rokonom nem volt. Anyám testvére is, mint itt volt, tehát nem voltak gettóba. Apám testvére is sem volt, illetve nem voltak deportálva, apám testvére is, csak éppen nem tudtam róluk. És ők hol voltak? Nem tudom, már nem él egyik sem. Nem tudom, nem, hogy mondjam, a felszabadulás után meg a megélhetési gondok foglalták le az embereket, és nem jártunk úgy össze, mint, hogy tehát, hogy közösen összejöttünk volna. Nem tudom, nem volt róla szó. És péntek, vagy szombatot azt még tartották Igen. A végig a gettóba hát is, meg a védett nekem vallásos szüleim voltak, hát hogy ne? Igen. Hogy és ne? Akkor az miből állt a sabbatnak az ünneplése a gettóban? Hát vagy az, hogy mintha... Hát imádkozt? Gyertyát gyújtott kendővel a fejünk, mintha gyertyát gyújtott, és imádkoztak. És valamilyen nagyobb zsidó ünnep az beleesett ebbe az időszakba? Nem. Nem. Tehát akkor ez nem volt. És tulajdonképpen akkor mikor hallott ön először arról, hogy az oroszok azok közelednek Magyarország felé, vagy? Hát volt még a Hernád utcában egy keresztény szomszédasszonyunk, aki mindig jött és mondta nekünk, hogy mi van. Na most
Hát azért a bombázásokból is lehetett következtetni, ugye, hogy közeledik a front. De nekünk rádiót azt be kellett szolgáltatni, nekünk rádiónk nem lehetett. A gettóban egyébként ott maguknál tarthatták a ruháikat? Hát nem volt mit. Hát elvettek tőlünk mindent. Tehát, azt mondta, hogy még a Csillagos házban a bőröndel ott mentek. Igen, de utána lehajtottak bennünket a Vörösmart, ahogy mondom, hogy így igen. Feltett kézzel csak kellett kijönni. De csak ami rajtunk volt. Csak ott elvettek mindent? Minden ott maradt. Minden. A nyilasok onnan, így mondom, így kellett kijönni feltett kézzel. Nem maradt semmink se. És akkor, amikor a gettóba volt, akkor már Budapestnél voltak a szovjet csapatok? Hogy nem, már Budapest körül volt zárva. Hát azért nem tudtak bennünket kivinni a téglagyárból. Igen. És akkor már várták, hogy bármikor? Nagyon vártuk. És milyen volt, amikor megérkeztek? Mondom, hogy egymás nyakába borultunk, és sírtunk, és köszöntünk. De hát ugye ők meg tépték le a sárga csillagokat az emberekről, meg cigarettát. És amikor aztán jöttünk hazafele a gettóból, akkor hát még nem volt Budapest felszabadítva, hát még Budán folytak a harcok. És egy orosz katonával, anyámmal jöttünk, és aztán azt tudott németül. Na most általában a zsidók nagy része tudott, nem helyes németséggel, de tudott, édesanyám is tudott, és mondta az orosz katonának németül, hát az meglátta, hogy kik vagyunk, nem a csillag volt rajtunk, de ahogy kinéztünk, és akkor az adott nekem kenyeret, és akkor a sajátjából vágott le, és akkor anyám mondta, hogy apámat elvitték, és mutatott az égre, hogy már nem fog sokáig tartani apámat, és viszont fogjuk látni, az sajnos. Soha többet nem láttam. És amikor bejöttek az oroszok a gettóba, akkor rögtön így lehetett, tehát, vagy ez hogy nézett ki, vagy ezt próbálja elmesélni, hogy nézett ki ez, amikor ők bejöttek? Hát azon kívül, hogy nagyon örültek. Hát kerestek németeket. Németeket kerestek, hogy nincs itt véletlen, hogy a német megbújva, és aztán ők tovább mentek. Ők tovább mentek. És kinyitották az ajtókat, minden, hogy miből állt a felszabadítás? Igen. Hát mondom, hogy kezdték leszedni a csillagokat. Hát az volt nekik az első, hogy a csillagokat leszedjék rólunk. Hát az nem az enyém, mert az enyém az nem maradt meg az a férjem, amit oda készítettem. És akkor már aznap indulhattak haza? Mentünk haza, de a saját lakásunkban mások laktak, viszont egy kis, volt egy, mint akkor a szoba, azt megkaptuk édesanyámmal, és megláttuk a testvéremet, nagyon-nagyon boldog. És vele hol találkoztak, hogy találkoztak újra a testvérével? Hát átmentünk a bácsihoz, hogy nem tudta a testvéremről valamit, és akkor ott találtuk a testvéremet nála. És akkor már teljesen biztonsággal lehetett járni a városba? Tehát azon kívül, hogy Budán még, de olyan szempontból, hogy akkor... Hát állandóan, ugye akik a lakásunkban laktak, azok egyfolytában mondták, hogy, mert mink után már Budapest felszabadult. Mondták, hogy most jönnek vissza németek, szóval nem volt az egy nyugodt állapot, de szerencsére nem úgy történt, ahogy ők szerették volna. És a nyilasok azok még járkáltak az utcákon? Tessék. A nyilasok akkor még járkáltak az utcákon, vagy? Nyilasok akkor még járkáltak az utcákon? Nem. Dehogy járkáltak már. Azok vették az irányt nyugat felé. Nem. És akkor, tehát akkor találkoztak a testvérével, és aztán mi történt? Aztán édesanyám visszament a gyárba dolgozni, én meg kiírtam a kapura, és úgy kaptam kenyeret szintén, hogy szemfelszedést vállalok. A testvérem az meg szenet, hát akkor még ugye kályhák voltak,
szenet vitt a hátán házakhoz, és ebből éltünk. Aztán én is bementem a gyárba. Ez még amikor a harcok folytak, ugye megindult a munka, én is bementem a gyárba, de ott 2 hetet dolgoztam, és utána azt mondta az orvos, ha most rögtön nem, 120 volt a vérsüllyedésem, ha most rögtön nem kerülök szanatóriumba, akkor 3 hónapon van hátra, és így kerültem én már 45-be Budakeszire. És tehát az édesapjáról mikor értesültek? Az édesapámról 47 vagy 48-ban Vöröskereszttől kaptunk értesítést, hogy Mikujevóba eltűnt. Uh-huh. Na most volt, aki hazajött, egy keretlegény, akit anyám ismert, és az elmesélte, hogy apám kint tífuszt kapott, és este kitették a hóra Mikujevóba, és reggelre megfagyott. Tehát a Mikujevó, ez Ukrajnában van? Nem tudom, orosz terület, nem tudom, tudom, hol van helyileg sajnos. De itt van nekem a papír, a Vöröskereszt értesítése, még most is megvan. Uh-huh. És, de hát akkor gondolom már sejtették, hogy nem fog visszajönni a... Tessék? Akkor már tudták, hogy nem fog visszajönni. Hát akkor már tudtuk, hogy nem fog visszajönni apám. 39 éves volt. És ezt mikor, szóval még meddig várták azt, hogy visszajöjjön? Vagy mikor ezt az értesítést meg nem kaptuk. Igen. Mikor kezdtek el, akik visszaérkeztek a munkaszolgálatból, azok mikor jöttek vissza? Nem tudom. Amit nem tudok, nem tudom. Mert a testvérem ugye az nem volt, apám testvérei nem voltak, nem tudom. Tehát nem tudok dátumot mondani, hogy mikor kezdődött meg a munkaszolgálatosok hazaérkezése. Nem tudom. És a többi családtagjával mikor találkozott a felszabadulás után? A többi családtagokkal körülbelül ez olyan márciusban. Márciusban az unoka testvéreimmel, azok fiatalok voltak, a apám testvérével, anyám testvérével, márciusban. Uh-huh. És velük mi történt? Vagy velük ők hol voltak, vagy velük mi történt? Nem tudom, mert ez nem került szóba, hogy ki... Vagy én nem voltam már otthon, nem tudom, mert én mondom, én rögtön bekerültem szanatóriumba, tehát majdnem mindjárt. Tehát nem tudom. Csak erről nem beszéltek annyira a családba, ezekről az élményekről? Nem, mert én utána voltam 10 hónapot Budakeszin, 10 hónapot Mátraházán, 10 hónapot Gyulán, úgyhogy én alig voltam aztán itthon. Mert akkor már 1 évet adtak a TBC-seknek, és hetenként töltöttek, akkor úgy kezelték a TBC-t, úgyhogy 51-re én már egészséges lettem. Uh-huh. Na most olyannyira az, hogy én férhez mehetek, hát az előttem az elérhetetlen volt, férhez mentem, és 53-ban született a fiam, akit fogóval segítettek, mert el akarták tőlem venni a gyereket, de nem engedtem. Uh-huh. És szanatóriumból vittek szülni, oda vittek visszaszülés, utána a bábaképzőből járt ki hozzám az orvos Budakeszire, és nekem volt igazam, mert szerencsére a fiamnak soha TBC, és van 3 unokám. Úgyhogy én többet kaptam az élettől, mint amennyit reméltem, és amit veszítettem az egészségembe, azt nyertem a nagyon jó férjemmel. 51 éve vagyunk házasok. Szanatóriumban ismerkedtünk meg. Mit csinált a szanatóriumban? Hát mi volt? Kint a deportálásban, 1 évig feküdt még, ha jól emlékszem, kórházba, ott műtötték meg TBC-vel, hát 28 vagy 32 kilóra le volt fogyva, és 1 napon kerültünk Budakeszire, és ott ismerkedtünk meg. Uh-huh. És így 51 éves házasok vagyunk. Uh-huh. És tehát mennyit rontott az egészségügyi állapotán az, hogy nem volt kórházba, és ugye, tehát hogy
háború? Hát, azt én nem tudom meghatározni. Uh-huh. Azt tudom meghatározni, hogy amikor még a Stettomicint úgy adták, hogy bizottság döntött el, hogy ki kaphat, én az első között voltam, és úgy tudták ezt biztosítani, hogy a szervezetből ez a Stettomicin kiürül, hogy úgy kellett végezni a dolgunkat, hogy kivonták és újra beadták. Naponta kétszer kaptam. Hát 102, azért is halok rosszul egyrészt, mert 102 gram az egy óriási mennyiség. Uh-huh. És mondjon mindenki, amit akar. Ha ma tudnám, ma előfordul az, hogy fertőző TBC-seket kitesznek a hajléktalan szállóról, akkor ez egy ember, az egy embertelen dolog. Ha én a felszabadulás, ha a Horthy rendszer tovább tart, akkor én ma biztos nem vagyok életben. Uh-huh. És én ezért nem tudom elfelejteni mindazokat, akik engem az élethez hozzá segítettek. Úgy a szovjet katonákat, mint azt a rendszert, ami részemre ezt biztosította. Mert még a Horthy rendszerben, és én a tüdőgondozóban kaptam hetente egy doboz Ovomaltint, azt magáskor már nem ismeri, mert ez egy nagyon erős tápszer, ingyen lóhúsjegyet. Ma ez nincs. És akkor háború után jó ellátásban részesült a szanatóriumban? Szanatóriumban. Úgy tessék elképzelni, hogy a kannákban volt, kancsóban tej a szobában, amennyit akartunk. Vacsora után mindenki még tejbe grészt kapott. Ötszöri naponta étkezés volt, és a gyárból, hát akkor volt az infláció is, ugye a gyárból olyan rendesek voltak, hát mondom, ez a művezet, ez kommunista volt, hogy a kalóriát, mert akkor kalóriába, az infláció alatt kalóriába kapták a fizetéseket az emberek, hogy nekem a szanatóriumban küldték ki, mint hogyha dolgoztam volna ugyanúgy a kalóriát. És azt a szüleim, a testvérem meg anyám fogyaszthatta el, mert én kaptam ott annyit, amennyi nekem kell. Nagyon sokat, amennyi nekem. Nagyon-nagyon elég volt. A citromtól kezdve minden. Uh-huh. És még mi érdekelte akkoriban, vagy miket csinálta a szanatóriumban? A szanatóriumban, amikor voltam, megmondom őszintén, én nagyon szerettem volna tanulni, nagyon, csak egészségállapotom miatt nem mehettem. Ott tanultam a szanatóriumban, azon kívül dolgoztam, és hát mondom, hogy szemfeszedést sem foglalkoztam, és élveztem az életet, amiben részem volt. És mit tanult a szanatóriumba? Tessék? Mit tanult a szanatóriumba? A kommunista pártnak lettem tagja 1945-ben, érthetően, egyrészt előző életemből következően, másrészt, amit átéltem, annak következtében, és ott jártam szemináriumra, társadalomtörténelmet, és... Ezt a szanatóriumon belül lehetett? Szanatóriumon belül rendezték, ott is lettem párttag, 45-től, és jelenleg is a munkáspártnak a tagja vagyok. És tehát volt valami terve, hogy mivel akar foglalkozni? Tehát volt valami elképzelés, hogy mivel akar foglalkozni, hogyha majd meggyógyul? Én utána, amikor már dolgozhattam, akkor a közétvállalathoz mentem el, boltkönyvelőnek, mert közben én azért elvégeztem egy képesített könyvelői tanfolyamot is, ott dolgoztam 20 évet, és utána nyugdíjban a Közgazdaságtudományi Egyetem, akkor még Varga Jenő kollégiumának nevezett kollégiumjában voltam kollégiumi gondnok, onnan mentem nyugdíjba, kétszer kellett a nyugdíjt hozzá szükséges adatokat beadni, mert annak édesanyám az súlyos agyérelmeszesedést szenvedett, nem lehetett egyedül hagyni már, és akkor el akartam jönni, hogy felmondok, és azt mondták, hogy dolgoztam én itt annyit, hogy megérdemlik, hogy felmentsenek a munka végzése alól. Ez volt novemberben, április 4-én viszont kiváló munkáért kormánykitüntetést kaptam, ezért kellett kétszer benyújtani, és most így van 32 ezer forint nyugdíjam az eltöltött éveim után. És
Meddig volt a szanatóriumban? Hát, ha jól összeszámolom, olyan 6-7 évet. Szóval kórház szanatórium fölváltva. És mikor, de mikor került végleg ki, vagy mikor nyilvánították meg, gyógyultak? 51-ben. 1905, tehát, mert ezek nyilván a TBC-s betegek nyilván voltak tartva, és 51-ben többszöri vizsgálat után megállapították, hogy már nem szükséges a nyilvántartás. Most kaptam, hogy tüdőszülésre kell majd mennem, de el is járok rendesen. És mikor házasodott össze a férjével? 1948-ban. És akkor kiengedték arra a napra a szanatóriumban? Nem, vagy ez én vagy már akkor nem voltam állam. Hát szanatóriumban ismerkedtünk meg. Budakeszéről együtt mentünk Mátraházára, de nem mint férj és feleség. Neki alá kellett, őt úgy meggyógyították, hogy neki alá kellett írni, mert azért volt házasság előtti vizsgálat, hogy tudja, hogy én beteg vagyok, mert engem még akkor töltöttek. Ő már dolgozott. És akkor hazajöttem, és édesanyámmal együtt a Hernád utca 11-ben, meg a testvéremmel laktunk együtt, utána ő lekerült Miskolcra, én utána mentem, és ott is kórházba voltam, még mert nagyon sokszor volt tüdővérzésem, és utána aztán mondom, 51-ben úgy rendbe hoztak, hogy 53-ban szülhettem. De akkor nem, tehát akkor nem állandóan volt benne a szanatóriumban ezek rá, szerint? Nem volt rá lehetőség. Aha. Nem volt rá lehetőség. Utána már igen. Utána már igen. Én tovább voltam Mátraházán, mint a férjem. És akkor onnan hazajöttem, akkor nagyon kinkeservesen, de megszereztük az orvosi bizonyítványt, és össze tudtunk házasodni. Olyannyira, hol házasodtak össze? Budapesten. Nagy, amikor megesküdtünk vasárnap, és másnap nekem töltése kellett, mert előtte mindig röntgeneztek, és a férjemet is ismerte az orvos, mert őt is kezelte. És mondja a röntgen orvosnak, hogy ez az a kis erőszakos mennyasszony, aki mindenféleképpen férhez akar menni. Mondom, én már nem akarok, doktor úr, mert én már férhez mentem. Följelentem minden. No, a végén szólítottak ugye be a töltésre, és akkor mondják, hogy Kádár Endréné, és én nem tudom, még nem fogtam föl. Utána harmadszorra kiszólt, hogy Klein Ilona, akkor felugrottam, és azt szabták feltétel, hogy 5 évig nem szabad szülni, és 5 év után aztán lett meg a fiam, mondom, úgyhogy fogóval segítettek, és steptomit szinte előtte, utána, úgyhogy. És mire emlékszik az esküvőjéből? Hát az esküvőjéről onnan emlékszem, hogy nem tudja, hát, saját maga esküvőjéről. Tessék? Nem tudja, maga esküvőjéről mire emlékszik. A saját esküvőjéről mire emlékszik? Arról akarok beszélni, hogy hát először ugye volt a polgári esküvő, és utána a betlentéri templomban volt az egyházi esküvő. Ahol a rabja az én apámat összekeverte a férjemnek az apjával, de ez nem számított semmit se, szóval ott esküdtünk. Akkor még vallásos volt? Nem, az a édesanyám kívánságára. Akkor már nem tartották a szombatokat? Édesanyám meg igen, később már ő sem. És miért? Miért nem? Tehát miért lett nem vallásos? Az édesanyám? Nem maga. Én? Hogy ez hogy alakult ki? Politikai meggyőződésemnél fogva. Én tudom, hogy az amerikaiak nem tetszik, de én vállalom, hogy én kommunista voltam, és ameddig élek, addig én kommunistaként fogok meghalni, és nem vagyok hajlandó ezen változtatni. Nem tagadom le a származásomat, sose tagadtam le, de az elveimet sem vagyok hajlandó megtagadni senki kedvéért. És minek hatására tette magáéva ezeket az elveket? Tehát hát amint gyerekkoromban keresztül mentem. Plusz itt volt a fasizmus, és én úgy látom jelenleg is, hogy ez az eszme az, amelyik nem tesz különbséget ember és ember származása között, legyen a zsidó, cigány vagy bármilyen fajta, és egy igazságos
eszmének tartom, ezért vallom magamével, és a magam részéről teszek is mindent azért, erőmhöz képest még ma is, hogy segítsem. Tudom, hogy én már nem fogom megélni, de remélem, hogy az unokáimnak a gyerekei talán lesz annyi jóba részük, mint nekem volt, mert én azért mehettem üdülni. A gyerekemnek egyetemi diplomát, olyan diplomát szerzett, hogy nem protekcióval jutott be, hogy a diploma munkájából könyv jelent meg. Tehát. Úgyhogy én azt szeretném, az én unokáimnak már a szükséges tejmennyiséget nem tudják megvenni most. Én azért csinálom azt, amit csinálok még ma is. Nagyon csekély egészségi állapotommal együtt, hogy az unokáimnak és az azt következő nemzedéknek legalább jobb legyen, mint amiben most a szegény gyerekeknek részük van. És a 50-es években, meg, tehát akkor mindvégig teljesen hű maradt a párthoz, meg nem csalódott? Én nem a pártba csalódtam, én emberekbe csalódtam. Nem eszmébe csalódtam, az emberekbe csalódtam. Én az eszmébe nem csalódtam. Emberekbe igen. Ezt beismerem. Na de emberek vagyunk. Az ember olyan, amilyen, hát ki ilyen, ki olyan. És amikor összeházasodtak a férjével, akkor hova költöztek? És kérem. Amikor összeházasodtak a férjével, akkor hova költöztek? Akkor a Hernád utca 11-ben van a lakásban, ahonnan el kellett mennünk, utána a férjemet lehelyezték Miskolcra, és majd a többit ő elmondja, mert elég változatos élete volt neki is. És az anyukájával együtt lakott akkor? Én haláláig. Haláláig, igen. És tehát az anyukájával beszéltek a holokausztról, meg erről a... Hogyne, természetesen. Enne azt is el kell mondanom, hogy édesanyám, bár sajnos muszáj volt kórházba adni, zárt osztályra került, de amikor meghalt, akkor bementünk a holmiáért, a párnája alatt a kommunista párt tagkönyvét tartotta. Mert látta azt, hogy ami történt, annak nem volt feltétlenül szükséges megtörténnie. Jó, akkor most kicseréljük a kazettát újra. Igen. Jó? Nem mohajtanak kávét. Február 29 van, Kádár Endrénével csinálok interjút Budapesten, és ez a negyedik kazetta. Akkor arról beszéltünk éppen, hogy megosztották-e az élményeiket a édesanyjával, a háborúval, meg a holokauszttal kapcsolatos élményeket, és még azt szeretném kérdezni, hogy maguk mikor hallottak először azokról a kínzásokról, amiket átéltek? A szanatóriumban hallottam Lóra először, ugyanis aki kint Németországban TBC-s lett, az vagy ott elpusztult, vagy bekerült a szanatóriumba. Na most a szanatóriumba is, aki bekerült, sajnos annak a fele elpusztult, mert már olyan állapotba került be, és ott hallottam arról, hogy mik történtek ki. És hogyan reagált ezekre? Hogyan reagált ezekre? Mit mondjak? El voltam borzadva. Elképzelni nem tudtam azt, hogy ilyesmi előfordulhat. Elképzelni nem tudtam. Na, én ott találkoztam, és azért nem tudok én különböző élményekről másokkal kapcsolatban, mert a saját férjem nem beszél róla. Vagy azért, hogy ne izgasson, vagy ő sem akarja túlzottan átélni, de én nagyon, nagyon keveset tudok a férjem dolgairól. Nagyon. Mert ő aztán tényleg borzalmas dolgokon ment keresztül. Szóval akkor ez a fajta közös sors, ez nem hozta közelebb egymáshoz magukat a férjével?
én azt tudom mondani, hogy a mi házasságunk azért olyan nagyon jó, mert, hogy fejezem ki, mama, az érdeklődési körünk azonos, a problémáink azonosak, az örömeink, a bánataink azonosak. Sajnálom, nem készítettem róla a képet, de tavaly, mikor az 50 éves házasság évfordulón volt, és együtt volt a család, az életem második nagyon nagy élménye volt. Mm. Tehát ő csak azért gondolom, hogy engem akar kímélni, mert azért nem élvezett ezt hallani, ugye? Mm-hmm. Másrészt meg idegileg ő is eléggé igénybe van véve, tehát, hogy mondjam, én nem forszírozom ezeket a dolgokat. Nem akarom föleleveníteni benne ezeket a dolgokat. Úgyhogy azért nekem nincsenek olyan élmény tapasztalataim, csak amiket a szanatóriumban hallottam, hogy mit műveltek velük, meg hát az ismeretségi körömből is például, hát ez a Mózerné, ennek a férjét és két gyerekét ölték meg kint. Szóval azért mondom, hogy ezekről tudok, meg ismerem, de megmondom egész őszintén, hogy fölveszem videóra ezeket, amikor a tévében látok, ott vannak fönt az unokáim részére, de még egyszer nem nézem meg. Még egyszer nem nézem meg. A férjem volt azóta Auschwitzba, és én biztos, hogy nem mennék el még egyszer, mert már olyan hatással lenne. Uh-huh. És sokat szokott gondolni erre az időszakra? Tessék. Sokat szokott gondolni az életének erre az időszakára? Amikor az unokáimért aggódok, akkor gondolok elsősorban ezekre. És akkor töltem nagyon nagy aggodalommal, ami Magyarországon, és sajnos ami világszerte történik, hogy a fasizmus újraéledőben van, hogy a rossz, mert hát a rossz gazdasági helyzet tulajdonképpen az hozza felszínre ezeket a szélsőséges, finoman kifejezve nézeteket. Ezért aggódok, amikor látom a televízióban, hogy mi történik Németországban, már újra, de ott legalább szigorúan büntetik. De nálunk még azon is vita folyik, hogy büntethető-e, vagy nem büntethető. Tehát ilyen értelemben foglalkozom sokat. Ami elmúlt, azért én, hogy mondjam, mindig csak azt mondom, hogy én a szerencsések közé tartozom. Én a jövőjére aggódom. Hogy mi vár az én unokáimra, és amikor ezt a riportot nem akarják nagyon sokan vállalni, akkor nem is, akivel tegnap én beszéltem, nem is elsősorban önmagát érti, mert mi már eleget értünk, hanem a családjukat, az unokáimat, azt mondja, hogy én nem adom a képemet ehhez a riporthoz, az unokáimat féltem. Tehát ma ilyen hangulat van Magyarországon, és ez foglalkoztat. Jobban foglalkoztat, mint az, ami velem történt. Annál is inkább, mert úgy fogom föl, hogy ez semmi, ami velem történt, ami másokkal történt ahhoz képest. Fiának mikor mesélt először ezekről a dolgokról? Mikor már értelmes volt. A fiam egyszer a következő történt, hazajött az iskolából, és őt azért csúfolták, hogy ő zsidó. Az egyik osztály melyik volt, az átmentem a házba, és azt mondtam, hogy én nem feltételezem, hogy önöktől kapja az indítatást. Azonban szíveskedjenek a fiúkat figyelmeztetni, hogy ez hova vezethet. Hát szabadkoztak, nagyon többet nem fordult elő. Az unokáimnak már most mesélek a legnagyobbnak róla. Uh-huh. És akkor elmesélte, hogy mi történt magával a háborúban? Hogy a zsidókat üldözte. Hogy őszintén megmondom, én ennek a kazettának azért örülök, mert le tudom vetíteni, a férjem nem beszél a gyerekeknek erről, de kell, hogy tudják. Kell, hogy tudják, mert ez nem szabad, hogy ez még egyszer megismétlődjön. És én azt mondom, hogyha ezen mindaz, aki keresztül ment, azt mondhatná, hogy vége van, borzalom van, volt, vége van, akkor azt mondanám, hogy rendben van. De nincs vége, ez az aggasztó, hogy nincs vége. Hogy egyre durvább megnyilvánulások vannak. Hogy a óbudai temetőnek ott volt valamikor a falán, ekkora horog keresztel visszajövünk, és akkor följelentést tettünk, és
mikor még nem történt semmi intézkedés, azt mondták, már intézkedtek, nem történt sem, akkor én bementem a rendőrfőkapitányságra, és ott nagyon kikeltem magamból, és azt mondta, hogy miért vagyok úgy kikelve, mondom, ha maga apját, anyját, gyerekét gyilkolták volna meg, akkor maga is föl lenne háborodva azon, hogy ekkora horogkereszt és ilyen fölirat lehet a temető falán, és vegye tudomásul, hogy a belügyminisztertől kezdve végig mindenhova el fogok menni, nem kellett elmenni, mert hét múlva le volt messzebbe, kész. Sajnos a zsidók is tehetnek arról, mert nem szállnak szembe ezekkel a jelenségekkel. Mert ha mindenki ezt csinálna, azért csak sikerülne talán végig megfékezni ezeket az ordaszosméket. És maga most érez fenyegetettséget? Tehát személyesen? Hogyne. Két szempontból. Egyrészt, mert tudják rólam, hogy zsidó vagyok. Másrészt, mert azt is tudják, hogy kommunista vagyok. Na ez a két elv, illetve ez most veszélyeztetett. És a háború óta érte valamilyen inzultus azért, mert zsidó? Nem mondhatom. Mm. Nem. Talán az, hogy többre lettem volna képes a munkahelyemen, az egyik igazgatómmal történt, ahogy kifejezetten azért, mert zsidó vagyok. Kifejezetten éreztem, hogy, de nem is voltam személyzeti, vezetői álláskínálták, hanem mondtam, én ebben az igazgatóban ezt a munkát nem végzem. Úgyhogy nem, én vezető állásban soha nem voltam, mindig beosztottként dolgoztam, és nagyon jól éreztem magam a munkatársaim közül, még most is van, aki 89 éves voltam meglátogatni, keresztény szintén, nem zsidó. Én nem adszerint teszek különbséget ember és ember között, hogy ki honnan származik, becsületes vagy becstelen, kétféle típust emberek is embert ismerek, az részemre más nem ér. Csak vegyesen vannak zsidó és keresztény barátai? Hogyne, természetesen. Hogyne. És a fiának például mennyire van zsidó identitása? Tessék? A fiának mennyire van zsidó identitása? A fiam például mielőtt megnősült, akivel járt, keresztény felesége van, elvitt a Dohány utcai templomba, és megnézte, hogy reagál rá. Uh-huh. Tehát akkor azért fontos neki? Hát hogyne. Uh-huh. Hát ez a legékesebb, én mással nem tudtam illusztálni. Uh-huh. Ettől függetlenül keresztény feleség. Maguk egyáltalán nem szoktak már zsinagógába járni? Sem. De igen, de nem Isten tiszteletre. Mi akárhova elmentünk külföldön, és hát a kollégiummal volt ilyen csele, nagyon olcsón lehetett menni. Én fogadtam 100 főt a szocialista országokból, és amikor lement a szezon ősszel vagy tavasszal, akkor mi mehetünk 10 forintos szállást, ilyen Lengyelország. Tehát az összes szocialista országba. És, hogy szólt a kérdés, elnézést ki? Hogy szoktak-e zsinagógába? Ja, minden, Prágától kezdve, mi bárhol megfordultunk, mindenütt. Az én férjem építészmérnök, tehát e szempontból is érdekli. Uh-huh. De Szegeden is. De ott például egy keresztény csoporttal voltam hosszú évekkel ezelőtt a szabadtéri játékok alkalmával, és elvitt bennünket az idegenvezető a zsinagógába, ott a rabbi mondott egy olyan beszédet, hogy ott mindenki zakogott. Tehát mindig, mindenütt, az az első fényképek százai vannak a férjemnek. De ilyen ünnepek alkalmából, vagy új év alkalmából nem szokott? Nem vagyunk, ateisták vagyunk. És Izraelben volt már? A férjem volt, én már sajnos nem mehetek ki az országból, mert olyan betegségem van, hogy nem szabad elhagynom az országot. De szeretett volna ott elmenni? Nagyon. És mi volt a vélemény, amikor megalakult a palesztin állam, arról mit gondolt? Nézze, az ott folyó eseményekről. Uh-huh. Hát nekünk van ismerősünk, aki zsidó, tehát úgy van kint Izraelbe, vagy kivándorolt Izraelbe, és az minden évben jön, és találkozunk vele. És ő azt mondja, hogy a jelenlegi, tehát a Natánya, ennek menni kellene, mert békének kellene végre már lenni.
hát az egy értelmetlen dolog, hogy egyik és másik oldalon is ártatlan emberek posztolnak. Nagyon nagy szükség lenne a békére. Én, nekünk is ez a véleményünk. És a régi, ami régen történt, tehát ami még Palesztinában történt, vagy az Izrael állam megalakuláskor, azokról az eseményekről, tehát hogyan viszonyult Izraelhez még régebben? Én őszintén megmondom, hogy erre megint én a történelem, egyrészt nem is vagyok olyan művelt, és holai végzettségemnél fogva sem. Másrészt a történelem, Izrael történelmével kapcsolatos, tehát a dolgokról a férjemtől kérdezzenek. Ő tájékozott ebbe a kérdésbe, én nem. Én csak azt tudom mondani, amit érzek, hogy mind a két félnek szüksége lenne már arra, hogy végre béke legyen azon a területen. És ön részt vett valaha valamilyen holokauszttal kapcsolatos szervezetben? Nem. Semmi. És olvasott holokauszttal kapcsolatos könyveket, vagy? Igen. Illetve nem jól mondom, mert a fasizmus üldözöttei érdekképviseleti fórumának vezetőségi tagja vagyok. Na most mi minden holokauszttal kapcsolatos rendezvényen ott vagyunk, szervezzük. Hát most Budapest felszabadulása ünnepén megemlékezésen koszorúztam például a Vörösmarty téren a szovjet emléknél, úgyhogy így veszek részt. Uh-huh. Máshol nem. És tehát olvasott könyveket, meg látott filmeket a holokauszt? Hogyne. Sőt, ahol a Bicskén volt szintén egy keresztény asszony, tehát nem zsidó. Uh-huh. A szovjet emlékműve temetőbe a Waffen SS-nek állítottak emlékművet, és ez kiment, és kalapáccsal szétverte. Vele vágott. És a férjem, mert ezt tudatta, megjelent a Szabadságújságban, a polgármester idejött szabadkozni a mi lakásunkra, Bicskei. Itt vetítette le neki a férjem az Auschwitz-i filmet, itt nézte végig nálunk. Kénytelen volt, hogy mennyire jogosan, hogy ez egy gyalázat, hogy egy szovjet temetőbe az SS-eknek állítsanak emlékművet. Úgyhogy mondom, ilyen téren veszek csak részt a munkában, más szervezetekben nem. Uh-huh. Nem tudom, egyáltalán van-e. Akkor ezt fontosnak tartja, hogy a következő generációkhoz ez eljusson, ennek a történetnek? Rendkívül fontosnak tartom. Rendkívül fontosnak. Mert kell, hogy tudatosodjon, hogy ha ez terjed, ez mit von maga után. Nem csak a zsidókra, nem csak a négerek, nem csak a cigányokat is beleértve. Ennek nem szabad tovább fertőzni az emberiséget. Ez egy borzalmas fertő. Akit úgy is belángatnak, hogy azt se tudja, hogy miben megy bele. És érzi úgy, hogy megváltozott valamennyire a személyisége a holokauszt hatására? Vagy az élet felfogása? Olyan értelemben, hogy azelőtt a cigányokat én is meg kell mondani, másképp néztem. Most áldozatnak nézem őket is. Mert azok között is nagyon sok becsületes ember, mire a magyarok között, a katolikusok között mind hófehér tiszta. Persze. És szokott álmodni a holokausztban átéltekkel? Nem. Soha? Soha. Soha. A férjem is azt mondja, hogy inkább az egyetemi vizsgáiról álmodik, mint erről. Akkor nem szoktak ilyen szorongásai lenni emiatt? A szorongásom akkor van, amikor a Horogkeresztet meglátom az utcán, meg az újságban olvasom, hogy mik történnek. És ismer olyan valakit, akinek komolyabb ilyen pszichés problémái voltak a holokauszt miatt? Hogy ne?
Tehát ez a Mózernél sem mindegy neki, ami történt. Olyat nem ismert, aki öngyilkos lett a holokauszt miatt? Vagy tehát után, de amiatt? Nem ismerek olyat. Nem ismerek olyat. És meg azt mondom kérdezni, hogy kért maga kárpótlást? Igen. Kaptam 88 ezer forintot, és édesapám után kértem, amiről itt a hitközség is igazolta, mert az öcsémtől kértek kiegészítést. Az öcsém kapott 15 ezer forintot, megjegyzem, a férjem ment az Alkotmánybíróság elé a jogtalansága miatt. És én nem kaptam egy fillért sem, most én őszintén megmondom, hogy én az alapítvány részére akarom tenni, mert én nem tetetem a zárolt számlára, hogy utána beolvassák a költségvetésbe, és engem elutasítottak, nekem nem jár. Megfelebeztem, a testvéremnek jár apám után, de csak a fele, azzal, hogy a másik gyereké a másik fele, engem elutasította. És mit mondtak, hogy miért nem jár? Azért nem jár, mert én úgy adtam be, hogy munkaszolgálatos. A testvérem meg, hogy meggyilkolták, mondom, hát aki nem jött haza, zsidó másképp nem is vonulhatott be egy idő után csak, mint munkaszolgálatos. Hát ha nem jött haza, és ott két tanú igazolta, hogy apámat meggyilkolták, mondtam a kárpótlási hivatalba. Itt a papírról a hitközség igazolása nekünk nem igazolás. Akkor most menjek, nem is tudom hova, vagy ki igazolja ennyi idő után. Ez van ma Magyarországon. És még azt szeretném kérdezni, hogy miért akarta elmondani ezt a történetet? Tessék? Miért akarta elmondani ezt a történetet? Én ezt a történetet őszintén megmondom, azt is mondom, hogy erre felkértek, hogy vállalom, igen, azért, hogy az utókor számára tanúság. Tehát megint csak ezt tudom mondani, hogy ilyen volt, de nem szükségszerű, hogy legyen. Az embereknek kell tenni azért, hogy az emberek egymást megbecsülve, békével élhessenek a Földön. Én erre ezért vállalkoztam. Van még valami, amit szeretne erről mondani? Köszönöm az egészről? Szépen. Esetleg csak annyit, ha még lehet, hogy én azt szeretném kérni valamennyi ország vezetőjétől és népétől, hogy mindent tegyen meg azért, hogy ez a borzalom ne ismétlődhessen, és hogy az egész világon az emberek békében és szeretetben élhessenek. És a jövő generációnak mit üzenne? A jövő generációnak szintén csak azt üzenem, hogyha ilyen eszmékkel találkoznak, minden eszközzel tiltakozzanak ellene. Mert ez csak rombol, ez háború nélkül veszi el ártatlan embereknek az életét, jobb és bal oldalon egyaránt, mert a jobb oldal közül se tudja mindegyik fiatal, hogy mit csinál, hogy milyen ordas eszméknek a hirdetésére használják fel hatalom birtokába. Hát a Hitler hogy jutott hatalomra? Hogy megtévesztette az embereket. Hát ezért kell, hogy hirdessük azt, hogy nem igaz, hogy ez szükségszerű. Ezt a hatalom birtoklása érdekében, megszerzése érdekében csinálják egyes emberek. És közben pusztulnak az ártatlanok. De ezt nem szabadna megengedni. Ezt törvénnyel kellene tiltani és büntetni. Jó. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen. Akkor mutassa be a férjét. Mutassa be a férjét akkor. Férjem Kádár Endre. Feleségem Klein Ilona, 1946. május 29-én ismerkedtünk meg.
Budakeszen a szanatóriumba. Én Németországba szedtem össze a tüdőbajt, ő 9 éves korától kezdett tüdőbeteg volt. Mind a ketten meggyógyultunk. 2 évvel később megkötöttük a házasságunkat 1948. március 14-én. Először a hírkerti előjáróságon, aztán a betlentéri templomba. Tavaly megünnepeltük házasságunk 50. évfordulóját. A fénykép 1946-ban az állami gyulai tüdőszanatóriumba készült, ahol jelenlegi férjemmel, akkor, mint mennyasszony vőlegény voltunk jelen, és álltunk gyógykezelés alatt. A felvétel 1982-ben a Solymari hétvégi házunk kertében készült. És kit ábrázol? Kit ábrázol? És engem, hát a fiatalabb koromban. Két évvel ezelőtt a legfiatalabb unokánkkal a Mátrába üdültünk, a felvétel ezt ábrázolja. És hogy hívják a kislányt? Boglárka. A kislány neve Boglárka. Kádár Boglárka. A felvétel 1992-ben szintén a Solymari kertünkben férjemmel együtt ábrázol. A felvétel 70. születésnapunkon, a lakásunkon készült. A két unokánk, a legidősebb Kádár Anna, a középső unokánk Kádár Gergő jelenlétében. Ki volt 70 éves? Mind a ketten. Egyszerre? Igen. Mind a ketten 70 évesek voltunk, egy évben születtünk. 6 nap különbség van köztünk. Igen. A felvétel fiunk lakásán készült, ahol piros ruhában a legkisebb unokánk, Kádár Boglárka, a kockás ruhában a középső unokánk, Kádár Gergő, és a fehér ruhában pedig Kádár Anna látható. Ez mikor készült ez a felvétel? Hát most ez azt mondja, hogy 5 évvel ezelőtt, az 1994-ben. Az előző felvétel időpontja 1992, a jelenlegi az 1998-as, most jobbról-balra a legkisebb unokánk Kádár Boglárka, középütt legidősebb unokánk Kádár Anna, és a kék felsőben lévő kisfiú Kádár Gergő.
A felvétel időpontja 1997 szilveszere, amelyen a családunk tagjai láthatók unokáinkkal és a fiammal együtt. Őt hogy hívják? Kádár Péter. A felvétel 1998 karácsonyán készült, a jobbról balra a menyem Kádár Irén Zsófia, a vezeték neve azonos a fiaméval, mellette az édesanyja Kádár Irén, azután a fiam Kádár Péter, majd Kádár Anna, Kádár Orsolya, és végül háttal én jó magam. Jó.